Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Köszöntöm kedves tévé nézőket ezen a mai felvett szentmisén, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én. Ez a szentmise azt a titkot veszi, azt szemléljük ebben a szentmisében, hogy Szűz Mária igent mondott Istennek a hívására, igent mondott Isten kérésére, hogy megszülje a megváltót. Szűz Mária lett az új Éva, akin keresztül elindult az üdvösség ezen a világon. Ahogy a régi Éva miatt elveszítettük a bűn miatt az üdvösséget, elveszítettük az egészséges, jó, boldog életet, úgy az új Éva miatt visszaszerezhetjük. És ezért egy öröm ünnepre gyűltünk össze, és kövessük ezt a szentmisét a TV készülékek előtt is. Ebben a szentmisében külön imádkozni fogunk azért, hogy a kisteleki emberek megtapasztalják Istennek a működését, gyógyító erejét, kimondottan így a járvány ellen is fogunk imádkozni, valamint azért, hogy mindenki a mennybe jusson ebben a városban. Így kezdjük meg a szentmisénket. De minden egyes szentmise elején megvizsgáljuk a lelki ismeretünket, elismerjük vétkeinket, hogy tiszta szívvel beszélhessünk Istennel, és így tiszta szívvel hallgassa meg kéréseinket. Tegyük ezt most meg mi is, gondoljuk át, mi az, amit vétkeztünk, hibáztuk, és kövessük az imádságot így. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, s titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit. Hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Forduljunk kezdő könyörgésünkkel az Istenhez. Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy örök igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add kérünk, hogy mi, akik megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehessünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Akház királyhoz. Kér magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból. De Akház így válaszolt. Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat. Erre Izaiás próféta azt mondta. Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az Úr türelmét? Még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet.
Íme a szűz fogan, fiút szül. Emmanuelnek nevezi el, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Íme, eljövök, Uram, hogy megtegyem a Te akaratodat. Íme, eljövök, Uram, hogy megtegyem a Te akaratodat. Sem vére, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Nem követeltél égő és engesztelő áldozatot, így szóltam akkor, íme eljövök. Íme eljövök, Uram, hogy megtegyem a Te akaratodat. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy akaratodat teljesítsem. Erre vágyom, Istenem, törvényed szívemet örömmel tölti el. Íme eljövök, Uram, hogy megtegyem a Te akaratodat. Igazságodat hirdetem a nagy közösségben. Ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod. Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén. Hűségedet és segítségedet elbeszélem. Íme eljövök, Uram, hogy megtegyem a Te akaratodat. Szent Lecke, a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép. Áldozatot s ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat. Ezért így szóltam, íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van. Először tehát ezt mondta, áldozatot, ajándékot, engesztelő, égő áldozatot nem akartál, nem volt az kedves előtted. Jó lehet, ezeket a törvény írta elő. Aztán így folytatta, íme elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer és mindenkorra megszentel minket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az ige emberré lett és itt élt közöttünk, s láttuk az ő dicsőségét. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából származó Józsefnek. Szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz. S Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja, atyának Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, s uralmának sohasem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet ez meg, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll le rád, a magasságbeli ereje borít be árnyékával, ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, pedig már az emberek magtalannak tartották. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt.
Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, tévé előtt köszöntök mindenkit, és a mai alkalommal elindulunk egy prédikációval. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén. Hogyan érint bennünket ez az ünnep a mai napon, ezen az ünnepen, mi az üzenet számunkra? Hogyan segít bennünket a járványkor a szűzanya példája? Ez az időszak egészen megpróbálja a mi hitünket. Olyan időszakról van szó, amelyben az ember sok kérdést föltesz önmagának, sok kérdést föltesz az Istennek is. Sokakból sok rossz dolgot is előhoz ez az időszak. Látjuk, ahogy az emberek sok helyen, kapzsi módon szaladnak a lisztért, a cukorért, a tojásért, mintha már apokalipszis lenne, és holnaptól már nem lenne kapható egyik sem. És látjuk, hogy ezért hajlandóak a másikat kitúrni, vagy valamilyen szinten előnybe helyezni magukat a másikkal szemben. Sok embernek a szíve mélyén levő gondolatok ebben a járványos időszakban világra kerülnek, és mindenki előtt láthatóvá válik, hogy az adott ember szívében mi uralkodik, önzés, vagy éppen önzetlenség. Az önzetlenségre is van példa, hál' Istennek. Például most a hírekben terjed Giuseppe Berardelli atyának a példája, aki elkapta a koronavírust, de fölajánlotta, hogy a lélegeztető gépet, amelyet ő kapott, egy másik fiatalabb ember vegye át ő helyette, és így önzetlen módon feláldozta magát, hogy a másiknak jusson lélegeztetőgép Olaszországban. Előttünk peregnek ezek a filmkockák, a kapzsiságnak a sarkított változatai, és az önzetlenségnek a sarkított változatai. Nos, tudnunk kell, hogy nekünk, keresztényeknek van reményünk, és Isten bennünket eltilt a kapzsiságtól. Azt mondja, ne legyünk ebben az időszakban félelemből fakadóan szorongó, pánikos emberek, akik túlságosan is önmagukra fókuszálnak. Sokkal inkább az önzetlen szeretetre hív bennünket Isten ebben az időszakban. Arra, hogy Mária lelkületét hordozzuk magunkban. Mária lelkületében is ott volt ez a fajta önzetlenség. Ő arra állította be az ő életét, hogy Jézus szolgálja, Jézus segítse minden egyes pillanatban. Nem ő akart szem előtt lenni, nem ő akart önző módon a képen szerepelni, hanem sokkal inkább hagyta, hogy Jézus teljesedjék ki mellette, és önzetlenül az ő szolgálatát végezte. Aztán, ha megnézzük, Jézus sem elsősorban önmagáért volt itt a földön, hanem azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretete annál valakinek, mintha az életét adja a barátaiért. Jézus pont ezt tette. Életét adta, értünk. Életét adta a kereszten, amelyet tudunk, hogy nagy pénteken értünk vállalt. Életét adta, és ő sem alapvetően önmagát helyezte célként. Mondhatta volna, hogy hát itt vagyok a mennyei atya fiaként, akkor most adjátok nekem az összes házat, az összes értéket, vagyont, fölhalmozhatjuk, és akkor majd jó lesz itt a mennyei atya fiának lenni itt a földön. Nem, megmutatta Isten lényegét, hogy Isten egy önajándékozó szeretet, és megmutatta azt, hogy hogyan kell így élnünk. Nagyon fontos tehát, hogy Mária lelkületét hordozzuk magunkon, mert ez megment bennünket ebben az időszakban a lelki károktól. Ugyanis tudjuk, hogy sok kár érhet bennünket ezekben a napokban. Egyrészt félünk attól, hogy a betegség tesz tönkre bennünket. De Jézus mindig figyelmeztet, hogy van egy nagyobb kár is, ami a lelkünk egészét érinti. Van az a kár, amit, hogyha a lelkünk elszenved, akkor egyrészt nem tapasztalja meg az Istennek a szeretetét,
Másrészt az a kár, amit ha a lelkünk elszenved, teljesen kizárhatja az embert Isten szeretetének megtapasztalásából halála után is. Ezt nevezzük ugye pokolnak, amikor az ember azt választja, hogy Isten nélkül tölti el a túlvilági életét. Nos, ez a lelki kár az, amitől Isten igazán meg akar menteni bennünket. És a mai ünnep tulajdonképpen ezt hangsúlyozza, hogy Isten szeretne bennünket a lelki kárból megmenteni. Mária megfogan, igent mond Isten akaratára. Oda megy ehhez az egyszerű názáreti leánykához az angyal, és azt mondja neki, hogy Istennek van egy terve. Az a terve az Istennek, hogy eljöjjön erre a földre, és megtestesüljön. És erre ez a lányka azt mondja, igen, legyen nekem a te igéd szerint, legyen nekem a te akaratod szerint. Mária nem kis dolgot végez itt, hanem pontosan megfordítja mindazt, amit a bűn jelent, amit a lelki kár jelent. A lelki kárt tudjuk, van egy őstörténete az egyháznak. Van egy őstörténetünk, ami metaforikus történet, szimbolikus történet, de leírja emberiségünknek a sorsát. Ádám és Évának a története. Ez a történet arról szól, hogy hogyan tér el az emberiség Isten akaratától. Mária története, ez amit felolvastunk, ez pedig arról szól, hogy hogyan tér vissza az ember Isten akaratához. Hisszük, hogy az Isten bűn nélkül alkotta ezt a világot tökéletesen. A régi Éva, az alapvető Éva behozta a bűnt a világba. Az új Éva a bűntől való szabadulást hozza meg ebbe a világba Jézus Krisztus személyében. A régi Éva zavart hozott Isten és ember kapcsolatba. Az új Éva megteremti az egységet az Istennel. Már azzal, hogy azt mondja, hogy legyen nekem a te igéd szerint, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Ezzel egységet teremt. A régi Éva nemet mondott, és az új Éva igent mondott. De ez a történet még most is aktuális, mert gondoljunk most a legfontosabbra, ami talán leginkább foglalkoztat bennünket, a betegségekre. Isten nem alkotott olyan világot, amiben betegség lenne. Ha Isten ilyet alkotott volna, akkor egy rossz Isten lenne. Isten jó Istennek mondjuk. És ő nem alkotott beteg világot. De a betegség a bűn miatt érkezett el az emberiségre. Ez a pokolnak a terve, hogy az ember megtapasztalja a fájdalmat, a gyötrődést, a szenvedést. Tudjuk, hogy két oldal van, ami küzd a lelkünkért. A mennyei és a pokol, a sátánnak az uralma. És a betegségek által a gonosz egyrészt azt akarja, hogy ne bízzunk Istenben, hogy rámutat, hogy látod, hogyha Isten szeretne, nem küldene betegséget. Látod, hogyha így történne, akkor nem volna veled semmi baj. Ez egyrészt ezt akarja a gonosz, másrészt pedig azt, hogy a végső soron a lelki kárt elszenvedjük, és a lelkünket magáinak tudhassa. Nos, hogyan kapcsolódik a betegség és a bűn? Az ember, a test és a lélek egysége. A pszichológusok is kifejtik, kedves testvérek, hogyha valakinek lelki bajai vannak, akkor fogékonyabb a betegségre. Ezt már a pszichológia is megállapította, hogy az immunrendszerre milyen hatással van az, hogyha valaki depresszív, hogyha valakit trauma ér, hogyha valaki gyászol, vagy egyéb ilyen hatás. Az ember test és a lélek egysége. És ezért nagyon fontos a mi szerepünk, az egyháznak a szerepe, hogy a lelkünket hozzuk egy kicsit rendbe. A bűnök következtében lett a világ olyan, amilyen. Amiatt van a betegség, a régi Évának a hibája miatt. Olyanok lettünk mi, így emberek, mint a virág, akit nem öntöznek. Ugye Isten élete, ahogy átárad az emberen keresztül, egészséget hoz. De hogyha a bűnt elkövetjük, Isten nem tud átáradni az ember testi és lelki világán, hanem inkább kiszárad az embernek a lelke. Megtapasztaljuk, hogy olyanok leszünk, mint a kiszáradó virág. És ezért vannak a betegségek. És a betegség, az elgyengülés, az mind annak a jele, hogy Isten élete valamiképpen hiányzik ebből a világból.
Amikor a Szentírást olvassuk, ugye olvassuk a Szentírást, most különösen is, hogy nincs templom, hát muszáj olvasni a Szentírást, hogyha valami lelki táplálékot szeretnénk. Ilyeneket ír a Szentírás, hogy amikor vezeti Isten vissza az ő népét, a következőket mondja. Szolgáljátok tehát az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldom kenyeredet és vizedet, s távol tartom tőled a betegséget. Isten rámutat arra, hogy az ő szolgálata, a neki való alárendeltség, az ő akaratára mondott igen, elvezet bennünket a betegségtől távol. És sok ez az alapötlet így végigvonul a Biblián, hogy az Istennel való kapcsolat az a lelkünk gyógyulása, és az kihat az egész testi világunkra. És így van értelme Jézus eljövetelének is, ugye? Jézus nem azt mondta, hogy hát ti betegek, maradjatok úgy, ahogy vagytok, hisszük, hogy ő meggyógyított betegeket, és megmutatta, hogy Istennek mi az eredeti terve. Visszaállította az emberek egészségét. Két dologra azonban rávilágít Jézus, amit nagyon fontos tudnunk. A vak meggyógyításánál, amit az elmúlt vasárnapi evangéliumban vettük, felteszik a tanítványok a kérdést, hogy ki vétkezett, hogy ez az ember vak, hogy beteg a szeme. Ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek? Jézus azt mondja, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei vétkeztek, hanem ez az egész emberiségre kiterjedő hiány miatt van, ahogy olyanok vagyunk, mint az elszáradó virág. Ez az élet egy háborús terület, amikor mindannyian jók és rosszak egyaránt ki vagyunk téve a betegségnek. Ki vétkezett? Az összes ember vétkezett, és ezért mindenki ki van téve a betegségnek a hatásának. Ez tehát az egész, az első dolog, amire Jézus rávilágít, hogy nem azért vagyunk betegek, mert Isten megátkoz, meg lenyom bennünket, és küldi a betegséget, hogy végre észhez térjünk, hanem azért, mert olyanok vagyunk, mint az elszáradó virág. A második dolog, amire Jézus rávilágít, az a sántával kapcsolatos történet a fürdőben. Oda megy, Jézus lát egy sánta embert, aki már régóta beteg. Várja a fürdőben a gyógyvíztől a gyógyulást. És meggyógyítja Jézus, megszánja. Azt mondja neki, menj, és többé ne vétkezz, hogy nagyobb bajod ne essen. Jézus azt a táblatot adja, hogy itt a világon sosem lesz teljes békénk a betegségtől, amíg az ő országa teljesen el nem jön. Az utolsó napig. Éppen ezért arra hív minden embert, hogy a mai napon forduljunk el a bűntől, és ajánljuk magunkat a Jóisten kezébe. Ez az egyik legszebb imádságunk, hogy Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez a bizalomnak az imája. És gyakorlatilag ez Mária üzenetének is a lényege. Legyen nekem a te igéd szerint, kezedbe ajánlom lelkemet. Minden embert arra hívok, most én is, és Jézus is az ő üzenetével, hogy szeressük Isten közelségét, szeressük Isten parancsait, bízzunk az ő vezetésében. A kedves televízió nézőket, ez a járványos időszak, amikor otthon vagyunk, arra indíthatja, hogy egy kicsit önvizsgálatot tartsunk. Vizsgáljuk meg, hogy tapad-e bűn a mi lelkünkhöz, hogy állunk-e esetleg Istennel szemben. Mert hogyha ez van bennünk, akkor a bűnök miatt kimaradhatunk Isten megtapasztalható szeretetéből és jó indulatából. Isten nem akarja, hogy halálunk pillanatában szembe álljunk vele. Ő egy szerető atya, ki folyton azért küldi a világ dolgait, azért kopogtat nálunk, hogy vegyük észre már magunkat, és nagyobb lelki kár ne, hogy érje már a lelkünket. Nincs nagyobb békesség itt a földön, mint azt hallani, hogy Isten azt mondja, megbocsájtok neked, életet adok neked, reményt adok neked, és gyógyítást akarok véghez vinni az életedben. Különösen lehetőség nyílik most számunkra, amikor itt van ez a vírus, erre a mély önvizsgálatra. A mai társadalomban, ahogy haladunk előre, technikailag nagyobb a fejlettség, lelkileg indul a visszafejlődés. Már a 10 parancsolatot se veszik komolyan az emberek. Csak ott van például a ne ölj parancsolat, vagy ott van ne törj házasságot. A társadalom 50%-a ezt úgy nem tartja. A vírus, számoljuk meg, szám szerint olyan 18 000 áldozatot követelt eddig.
Hogyha megnézzük az elmúlt 70 évben, a magyar társadalomon 2,5 millió volt a magzat elhajtások száma. 2,5 millió abortusz. Ha a vírus kárát megnézzük, és az emberek bűnének kárát, akkor ez nagyon súlyos. Mit lát az Isten? Isten azt látja, hogy orvosok születhettek volna meg. Isten azt látja, hogy családapák, családanyák, feltalálók, sportolók, tehetséges emberek, 2,5 millió, akik ezek közül lehettek, megszülethetett volna, az emberek mégsem akarták ezt. Most ezek itt van, mindez a bűn a magyarságot terheli ilyen szinten. Ha 2,5 millióról van szó, az azt jelenti, hogy minden negyedik magyar érintett ebben. És nagyon fontos, hogy Istentől bocsánatot kérjünk ezekért, mert akkor nem tud rajtunk segíteni. Isten azt mondja, minden egyes magzattal terve van. Minden egyes magzatot az anyja méhétől fogva szeret, ismer és célt ad neki. Ez egy nagyon fontos dolog, és nem szabad ezekbe beleesni, nem szabad ezzel együtt élni. Ugyanígy a többi bűnt is felsorolja a Szentírás, ami rávezet bennünket arra, hogy mennyire távolodunk Isten akaratától. Az első korintusiakhoz írt levél így szól számunkra. Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat, sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a kéjencek, sem tolvajok, sem kabzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában. Bizony ilyenek voltatok néhányan, de meglettetek mosva, megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk lelke által. Isten tehát Jézus által bocsánatot kínál nekünk mindezekre a dolgokra, és kérjük tőle a bocsánatot, nehogy nagyobb lelki kár érje lelkünket. Térjünk Jézushoz. Ő az az egyetlen név, akiben van ez a bocsánat. Magunktól nem kapunk erre bocsánatot. Hogyha így éljük az életünket, ahogy ez az ige írja, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében élünk, igazságban Istennel, a mi Istenünk lelke által, ha ő vezet bennünket, akkor nincs mitől félnünk, kedves testvérek. Ha Jézus által békénk van Istennel, akkor a lelki kártól mentesülünk. Azt mondja a Szentírás, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Minden. Ha békesség van a szívünkben, amit Isten ad, akkor meg tudjuk tenni azt, amire Isten most hív bennünket, és nem kell szoronganunk, pánikolnunk, aggódnunk, mert az Úr segít bennünket. Giuseppe atya is egy ilyen atya lehetett, aki odaadta a lélegeztetőgépet. Tudta, hogy lemond, de Isten mindent a javára fordít. Békességben volt Istennel, amely minden értelmet meghalad. Nos, Szűz Mária példája segítsen bennünket. Ő remélt a reménytelenség ellenére, amikor fiát látta a kereszten. Nekünk csak egy vírusunk van, az még mentesülhetünk alóla. Segítséget kérhetünk az Istentől, akinek terve van velünk, akinek reményre és gyógyulásra vonatkozó terve van a mi életünkkel. Ezt adja meg az Isten, és ezért imádkozok a mai szent misében. Amen. Most pedig mondjuk el a hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Forduljunk Istenhez könyörgéseinkkel. Testvéreim, ezen a napon ünnepeljük a boldogságos Szűz Isten anyaságát. Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához. Add, Urunk, hogy Ferenc pápa, László püspökünk, papjaink és a szerzetesek a Szent Szűz lelkületével teljesítsék hivatásukat.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Mutasd meg, Urunk, a világnak, hogy beteljesedett már a prófétai szó, s velünk az Isten. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts meg minket, Urunk, hogy jó és bal sorsban egyaránt valljuk, legyen meg a te akaratod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Oltsd lelkünkbe, Urunk, kegyelmedet, hogy gyümölcs oltó boldogasszony közben járására, mi is a jó cselekedetek méltó gyümölcsét teremjük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a szűzanya közben járására ez a város védettséget nyerjen a betegségtől, és minden betegnek kérjük a gyógyulást, a gyászolóknak pedig a vigasztalást. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Jézus Krisztus, te érettünk emberi testet öltöttél. Add, hogy megtestesülésed szent titka által eljussunk hozzád, a mi Istenünkhöz, ki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Fölajánláskor fölajánljuk a kenyeret és a bort, és ez szimbolizálja a mi szívünknek ajándékait. Idehozhatjuk most Isten elé mi is a kéréseinket, a kenyérrel és a borral, és odaadhatjuk neki mindazokat a jó cselekedeteinket, amelyeket eddig a pillanatig végeztünk. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz titka által részesülünk annak istenségében, ki kegyesen részesedett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel, s töredelmes szívvel kérünk, Urunk Isteni, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, s vétkeimtől, tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Mindenható Istenünk, fogadd el kegyesen ezeket az adományokat, hogy mi, akik egyszülött fiad megtestesülésében, szent közösségünk eredetét is ünnepeljük, most az ő áldozatát örvendező lélekkel mutassuk be, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő emberként akart megszületni az emberekért a Szentlélek ereje által, és azt akarta, hogy születése által reményre és gyógyulásra leljünk. Ő megtanított bennünket az igaz életre, és ígéretet adott, hogy csodálatosan elvezet bennünket mindarra az országra, amelyre ő meghívott bennünket. A te fölségedet, Istenünk, általa dicsőíti az angyalok kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt szüntelen újjongással mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szent legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints ránk, s áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk bűneink vége, s többé már nem is közeledhettünk hozzád, de mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki bűnt nem követett el, a mi kezünkre adta önmagát, hogy igazságtalanul az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengeszte el mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Az a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, s hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, s eljövetelének boldog napját várva, fölajánljuk neked, Istenünk, azt az áldozatot, amely az emberekre békét és kegyelmet áraszt. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében, Ferenc pápánkkal és László püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig a végső napon, pedig mint új teremtmény, végre megszabadulunk a halál és a betegségek hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusod hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Istent Atyánknak hívjuk, meg kell bocsájtanunk embertársainknak, és akkor tudjuk tiszta lélekkel imádkozni azt az imát, amelyet Jézus tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, mert szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk. Ő az, aki a kereszten bennünket a bűneinktől megszabadított. Ő azt mondta, békességet hagy ránk, s az ő békéjét adja nekünk. Ezért kérünk, mennyei atyánk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntjük egymást tévékészülékek előtt a béke jelével. Béke. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, a tévékészülékek előtt tartsunk egy rövid csendet, és a lelki áldozás gyakorlatával éljünk, amelyben képzeletben egyesülünk a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Hitünk által ez is kegyelmet ajándékoz nekünk, hitünk által a szeretet egybe kapcsol Jézus Krisztussal. Mondjuk el most neki szívünk legmélyebb kérései, vagy mindazt, ami bennünket megindított, ebben a Szent Misében ez idáig.
Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egyesülsz velünk, és nekünk adott magadat ilyen egyszerű formában, kenyér és bor által. Tudjuk, hogy a hitünk, a benned való hitünk teszi fontossá a veled való találkozást, és ez aktivizálja a te jelenlétedet a mi lelkünkben. Hiszünk benned, Jézus, és hozzád fordulunk most bajainkkal. Különösen imádkozunk városunkért, távoztasd el tőlünk, kérünk, azokat a betegségeket, amelyekkel a gonosz pusztítani akar bennünket. Adj védelmet mindnyájunknak. Arra kérünk még, áraszt ki az imádság és a bűnbánat lelkét az emberekre, hogy szívből tudjanak imádkozni, és mindig hozzád térjenek. Tudjuk, hogy te vagy az egyetlen menekülési út az Isten országa felé. Hiszünk benned, és köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket. Dicsérünk téged, Istenünk, és magasztalunk, és a szűzanya közbenjárására oltalmaz bennünket. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, vész szívünkbe az igaz hitnek szent igazságait, hogy mi, akik a szűzanya fiát, valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, az ő üdvösség szerző feltámadásának ereje által eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves tévénézők, köszönöm mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy együtt imádkozhattunk, Isten áldjon meg mindenkit, így kérem magam és Imre atya nevében ezt az áldást az önök számára, mindenkinek további szép napot, és az ima erejéből kellemes időtöltést kívánok mindannyiuknak. Most fogadjuk a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg, és őrizzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!